Ferencvárosi Tornaklub férfi jégkorong csapata visszatért a sikerek útjára. A szakosztály a magyar hoki történelem rekordbajnoka és meghatározó együttese, az elmúlt bő két évtized azonban nem a győzelmekről szólt. A csapat 1997-es bajnoki címe után 3 évvel még eljutott a fináléba, utána viszont hosszú évekig tartó mélyrepülés következett. 2018 tavaszán azonban új fejezet kezdődött a ferencvárosi jégkorong nagykönyvében. Fodor Szabolcs a fradista nevelésű, játékosként 53 válogatottságig, számos EBL mérkőzésig és bajnoki címekig jutó szakember első felnőtt vezetőedzői feladatát vállalta el, amikor a Macui Buda U20-as csapatától távozva Greg Lindquistet váltotta a fradi kispadján. Azt láttam én is, hogy nagyon sokszor távoli helyekre is azért egy bizonyos mag elkíséri ezt a fradit. Én azt szeretném elérni, hogy ez a mag minél jobban megnőjön, és akár idegenbeli meccsekre is tényleg olyan szurkolásról beszéljünk, ahol ismerjük a fradi szurkolóit, hazai pályát tudnak teremteni mindenhol. Talán az első koncepció és az alapkoncepció, én olyan csapatot szeretnék, akinek rendkívül nagy fradi szíve van, minden egyes játékosnak, és minden egyes játékos a jégen megtesz mindent minden másodpercbe, a szívét, lelkét beleadja, és utána meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A feladat a vártnál is szenzációsabban sikerült. Bár a vezetőség és az új szakmai stáb úgy tervezte, a csapat egy 3 éves program végén érjen a csúcsra, ez már rögtön az első idényben sikerült. Az éremeső egy Miskolcon a szlovák extraligás DVTK jeges medvék legyőzésével megszerzett értékes magyar kupa bronzéremmel kezdődött. Majd 2019 áprilisában a Ferencváros 22 év szünet után ismét magyar bajnok lett, és szintén ennyi idő után diadalmaskodott egy klasszikus döntőben is. A jelenlegi magyarországi csúcsorozatnak számító Erste Liga fináléjában ugyanis a Sportklub Csíkszeredát 5 mérkőzésig tartó párharcban kétvára fektetve elhódította története első Erste Liga trófeáját is. Elképesztő tényleg, hát sportember, ugye sportoltam én is sokat, sportban maradtam, mint edző, hát de ezért dolgozunk a győzelemért, és ennél jobb érzés csak akkor van, amikor egy ilyen közösséggel, egy ilyen csapattal, ugye az ország legnagyobb klubjával, ilyen közönség mellett, ilyen kollégákkal, ilyen csapat, ilyen játékosokkal elérni ezt a sikert, az meg még édesebb, szóval hát most el vagyunk kényeztetve. Én úgy gondolom, hogy ez a hithez vezethető vissza. A csapat vezetősége hit az edzőkbe, az edző hit bennünk. Mi hittünk abba, hogy az edző az, amit kijelölt út, az járható, és az minket célhoz fog vezetni. Amit a csapat vezetősége, a fradi család és az edzők, a szakmai stáb megteremtett nekünk lehetőséget, az a csapat egyértelműen tudott élni. Bajnoki címem valóban volt, liga győzelmem az még nem volt, csak elvesztett döntőhegyek. Úgyhogy ez most egy nagyon különleges élmény, és rettenetesen büszke vagyok a csapatra, a stábra, meg az egész klubra. Úgyhogy ez most egy olyan este, amit nem fogunk soha elfelejteni. Ilyen közegben érdemes sportolni, meg fokizni, és külön öröm, hogy hazai pályán tudtuk megnyerni a magyar bajnoki címet, meg az Erste Ligát. Csapatunk a bajnoki címmel közel 2 évtized után térhetett ismét vissza a nemzetközi porondra.
A Fradi 2019. októberében a festői szépségű dél-tiroli hegyi falu közösségbe, Rittenbe utazott, hogy égre lépjen a második számú európai kupasorozat az IIHF kontinentális kupa második csoportkörében. Az FTC Telekom a csoport első meccsén 6 gólos győzelmet aratott a spanyol bajnok Baszk Csuri Urdin ellen, majdnem kis bravúrt bemutatva legyőzte az alpesi ligás patinás szlovén olimpiai jubjanát is. Végül következett a szenzáció. A házigazda, olasz bajnok Ritten Sport is fejet hajtott, így harmadszor is a Ferencváros tiszteletére szólt a magyar himnusz, hokisaink pedig történetük első továbbjutását ünnepelhették a sorozatban. Azt gondolom, hogy jobbak voltunk. Mindent elárul, hogy az edzőjük a végén gratulált és mondta, hogy ti voltatok a jó csapat, amit úgy gondolom, hogy kívülről, aki nézte a meccset, a cserepadról is ez látszódott. Szóval tényleg elmondhatjuk, hogy jobbak voltunk, mint ez a Ritten, akit, ha jól emlékszem, négyszer sorozatban tovább jutott a Kontinentál kupába a saját hazai pályán, és ezt tudtuk megakadályozni egy olyan csapatjátékkal, ami minket jellemez, és tényleg ezek vagyunk mi, ez a Ferencváros, ez a Fradi szív, így küzdünk egymásért. Hát még nagyon friss az élmény, de nagyon jó, szóval rettenetesen boldogok vagyunk. Igazi csapatként működtünk az egész hétvége alatt, úgyhogy ezt most ki fogjuk élvezni hazafele a buszon, hosszú buszút lesz, úgyhogy lesz időnk egy kicsit ünnepelni, és egymás társaságát még egy 8 szezonen keresztül elviselni. Vitt előre minket a Fradi szív, és még egyszer hangsúlyozom nagybetűkkel, hogy csapatként óriásit léptünk előre ebben az elmúlt másfél hétben, úgyhogy boldogok vagyunk. A történelmi továbbjutással a Fradi ott volt a kontinentális kupa legjobb 8 csapata között. A harmadik csoportkörnek a dániai Vojens adott otthont. Bár a négyes döntőt már nem sikerült kiharcolni, de csapatunk ezúttal is több, mint tisztesen helytált az európai élvonalba tartozó dán, brit és francia bajnokságok csapatai ellen. Sőt, a két évvel korábbi győztes Nottingham Panthers le is győzte, így végül fontos tapasztalatokkal felvértezve térhetett haza a szezon második felére. De azért a realitásokat látni kell, hogy ki milyen szintű bajnokságba játszik, és ki milyen szinten játszik, kinek hány légiósa van. De azt gondolom, hogy az összességében ez elég pozitív visszajelzés, hogy ez a csapat itt tudott lenni, és az utolsó nap is még a döntőért, ugye tényleg ez az álmok álma, szóval itt ha valaki tisztában van a realitásokkal, akkor itt nagyon fáj a vereség, de nagyon-nagyon kell örülni, hogy mi itt ilyen eredményt tudtunk elérni. És azt mondtam is a srácoknak, hogy le a kalappal, megint csak ezt tudom mondani előttük, óriási melót tettünk bele, és tényleg még a utolsó 3 percben is azt mondja, hogy volt esély, mert ugye ott ezért elég közel volt, úgy esetleg ott lövünk még egy gólt a 6-5-be, de ahogy mondtam, abszolút helytáltunk, és eleve az már csoda, hogy itt vagyunk. Az FTC Telekom a 2019-es bronzéremnek köszönhetően a negyed döntőben csatlakozott a Magyar Kupa mezőnyéhez, ahol 2 győzelemmel lépett túl az ősi rivális Újpesten, így ott volt a januári miskolci 4-es döntőben. Túlzás nélkül állíthatjuk, a magyar top csapatokként számon tartott szlovák extraligás házigazda DVTK Jegesmedvék, a szintén északi szomszédunknál edződő Macúj Buda, valamint a trió talán legerősebb tagja, az Ebeles Fehérvár OV19 mellett a Fradit papíron esélytelennek tartották. Ehhez képest jött az újabb szenzáció. 2 napon belül legyőztük előbb a Macot, majd a fináléban a Fehérvárt is. Így a Ferencváros 25 év után ismét a magasba emelhette az MK trófeát. Azt
őszintén azért nem gondoltuk, hogy ez a mai napon ezt a sorozatot újra el tudjuk kezdeni, hogy Magyar Kupa győztesek vagyunk, vagy a 25 évet lezárni. Természetesen abba bíztunk, és tudtuk nagyon jól, hogy ki fogjuk adni a maximumot, de tényleg ez szinte hihetetlen. Az kellett ez, hogy a srácok ilyen melót rakjanak le a jégre, elképesztő. Nagyon nagy melót tettünk bele ezen a hétvégén, talán azt mondom, mióta én legalábbis a csapattagja vagyok, azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon komoly fegyvertény, hogy meg tudtuk nyerni a Magyar Kupát. Még egyelőre dolgozgatjuk fel a történteket, és természetesen nagyon boldogak vagyunk. Nagyon szépen köszönjük a szurkolóinknak. Eszméletlen volt így játszani, hogy tulajdonképpen mindkét nap hazai pályán varázsoltak nekünk, úgyhogy le a kalappal előttük, és ez egy közös siker volt. Annyi volt a kérés a srácoknak, hogy csak adják ki a magukból, amennyi bennünk van, és szívvel, lélekkel, tradíciával küzdjenek. Ugye szerencsére így a szezon során egyre több néző is csatlakozott hozzánk, most is hazai pályát, a nézőink hazai pályát tudtak itt teremteni nekünk Miskolcon, és mindig azt mondom, hogy ilyen nagy sikereteket együtt lehet elérni, és megint csak azt mondom, hogy együtt sikerült elérni, szóval szoktam mondani, hogy ezek vagyunk mi, ez a Ferencváros, ez megint megállja a helyét, azt gondolom. A történelmi kupagyőzelem értékét még tovább növeli, hogy végleg bebizonyosodott. A Ferencváros visszakerült a magyar hoki térképére, újra ott van a legjobbak között. Ezt a szezon vége is megerősítette. Bár a koronavírus járvány miatt végül nem fejeződött be az idei rájátszás, de a magyar bajnoki döntőnek is minősülő Erste Liga elődöntőben az Újpest ellen már 2-vel vezető csapatunkat végül, méltányolva a párharc addigi állását és az egész szezon eredményeit teljes joggal bajnoknak hirdették, míg a liga győzelem megosztva került a Fradihoz és a Csíkszeredához. Csapat és szurkolók is egymásra találtak, remek közösség született. És hogy mi a titok? Ennek megfejtéséhez zárásként ugorjunk vissza egy évet az időben, és idézzük a sikeredzőt, Fodor Szabolcsot. You know, I won before a couple of Hungarian championships. And a more league, but you know, like that was the best when you know, you have guys, like, you know, when I was a player, I loved it. When you have a great group and you win together, that's the best feeling in the world. So I think, you know, I had it a couple of times when I was a player, but definitely this is the best when I'm a coach right now. Hell of a fucking group, guys. Yeah. Like, we work for each other, and we were fighting for each other, so no better feeling than this. That's a party night.